átadták a Rheinmetall üzemcsarnokát. A 60 milliárd forintos beruházás avatásán részt vett és beszédet mondott Orbán Viktor. Magyarország miniszterelnöke hangsúlyozta, szükség van arra a minden korábbit meghaladó technológiai színvonalra, amit a fegyvergyár és a szomszédságában lévő zalazón járműipari tesztpálya szimbolizál. A biztonság lesz ebben az évtizedben a legfontosabb árucik. Emelte ki köszöntőjében Orbán Viktor, majd Otto von Bismarckot idézve emlékeztetett. Minél erősebb egy ország, annál kisebb az esély, hogy háborúba keveredjen. A miniszterelnök kiemelte, mindenképpen el kell kerülni a fegyveres konfliktust. A legfontosabb feladat ebben az évtizedben, hogy egy Magyarországot megvédeni képes, a magyar érdekeknek érvényt szerezni tudó Magyarországon, de ha kell azon kívül is, bármikor bevethető haderő álljon rendelkezésre ez három évvel ezelőtt nem volt annyira nyilvánvaló, mint most. Még két hónappal ezelőtt sem volt olyan nyilvánvaló, mint most. Három éve döntött a kormány a haderő fejlesztéséről. A cél megvalósítása érdekében egy évvel később, 2020-ban már együttműködési megállapodást írtak alá a rendmetállal időben niket igazolt, valóban a helyzet az megváltozott sajnos, nem akartó hogy így legyen senki, de ezt előre nem lehetett látni, viszont igazunk lett ebben az ügyben. Itt ebben a gyárban olyan harcjárműveket fogunk gyártani, ami jelen pillanatban a világ legmodernebb láztapas járműve, és maga a gyár sok minden más is alkalmas. Ez egy vegyes vállalat a Rheinmetall német céggel. A védelem óriási jelentőséggel bír majd a következő időszakban. A hadsi gyártó gyár nem azért épült, mert bárkit bántani szeretnénk, bárkit meg szeretnénk támadni, azért épült, mert védeni szeretnénk határainkat, védeni szeretnénk magyar állampolgárokat, megvédeni a magyar családokat. Ennek egy óriási létesítményét, mindegy 25 ezer nézetméteres épületét építettünk fel. A beruházás azzal a Egerszegélyek életében is meghatározó. A létesítmény 500 új munkahelyet teremt a megyeszékhelyen. Ha hozzászámoljuk azt, hogy a közeljövőben maga a gyár is valószínűleg bővülni fog, és megjelennek a különböző beszállítók és kapcsolódó üzemek, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy itt a város északi részén, az északi ipari parkban egy olyan együttes gazdaságfejlesztési beruházás valósul meg, ahol a termelés, a kutatásfejlesztés, az innováció az egy helyen lesz megtalálható, és számos munkahelyet fog létrehozni. Miután az épület elkészült, a gyártáshoz szükséges technológia kialakítása következik.